Gratulálok nektek, elhoztam egy, egy rózsát, látjátok, ez ilyen, ilyen nem igazi rózsa, de nem baj, úgy néz ki. Köszöntelek benneteket a nőnapján, nézzünk bele, hogy mit gondol a lélektársad, hogy jönni fog-e tényleg hozzád. Ai, 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 ai. Ez a te lélektársad nagyon fel van kavarva úgy gondolom, hogy nagyon fel van kavarva, nem tudja, hogy hogy vagy mint. <laughs> Na nézzünk bele, mit kell, hogy tudjatok, nézzünk csak bele. Megnézzük, hogy milyen, milyen kirakás jön ide most, mit üzennek a tarókártyák, elhoztam nektek a tarókártya imat, és nézzünk csak bele, hogy mit kell, hogy Tudjátok. Szóval, arról van a szó, hogy hát itt nagyon bezárta valaki a szívét, úgy gondolom, és hát én úgy gondolom, hogy itten erőt kell, hogy vegyen ez az ember, tényleg magán, úgy gondolom, hogy úgy merjen lépni, úgy gondolom, és már megbánta szerintem ezt az egészet és ez kellemetlen neki, hogy ő lelépett, én úgy gondolom, és azt is úgy gondolom, hogy lesznek itt változások, de egyensúlyba kell valamit itt hozni. Teljesen egyensúlyba kell, hogy valamit hozzon, és jönni fog feléd, mint ez a kejhek lovagja, és úgy gondolom, hogy hát ez ilyen szerencsekerék itt van, a szerencsekerék itt van, valamint úgy látom, hogy Hát a függőség is itt van, és most ez ilyen hosszú téren, hát nem tudom hosszú téren, hogy hogy lehet dönteni. És én azt látom, hogy hát még egy kis türelemre van neked szükséged, és én úgy gondolom, hogy uh, hát uh, lesz ennek értelme, meg fogjátok ti egymással ezt tisztázni, ő neked a szívherceget, szóval kelljek. Uh, királya, és az azt jelenti, hogy jönni fog, de most pár pillanat tényleg már megbánt, és kellemetlen neki, és lehet, hogy tényleg mindig úgy elszaladja ezeket az esélyeket, de egy-egy régi, nagyon régi szerelem úgy gondolom, és én azt gondolom tényleg, azt gondolom tényleg, hogy hát hogy ilyen nyugalomra van még szüksége itt egy kicsit, is. én úgy gondolom, hogy öm, hát öt, a kejhek ötöse, az azt szimbolizálja, hogy hát valamit el kell tényleg, hogy engedjen. Ezt a hiányérzést, vagy azt hogy én, én öm, hogy mondják, azt mondom, olyan áldozas érdés, azt kell, hogy elengedj, és hogy előre haladjon, gyorsan fog ez alapulni, úgy gondolom közöttetek, és azt is úgy gondolom, hogy hát az uralkodó játszik itt egy szerepet. Mit látok még? Ő be fogja majd mutatni magát, vagy azt ad, hogy ő mit is tud. Hát én ezt úgy mondanám, hogy kellemetlen neki, hogy ő lelépett. És ez nagyon bántja, hogy bezárta a szívét. Szerintem úgy gondolom. És nem tudja, hogy hogy is jöjjön, közel legyen, de szeretne egy egyensúlyt teremteni. Még ő függ ettől, hogy hogy reagálsz. Nem, hiányzik neki egy kis motiváció még, vagy nem tud még menni, és azt gondolja, hogy na, még egy kis türelemre van neki szüksége. Lehet így gondolja. De valójában létre fog ez jönni. Ez a nyolc, nyolc érmékkel is egy egérke itt van, látod? csak jönni fog ő, meg be fogja ő magát bizonyítani, ez lehet, hogy ilyen sorsdöntő dolog, és lehet, hogy pont erre a nőnapot fogja most használni, hogy ebből a nyugalomból, ebből az áldozat helyzetből ki tudjon lépni. Én úgy gondolom, hogy régi szerelmed, de egy kicsit úgy mindig olyan, nem hát minek mondjam, olyan kis ügyetlenke, vagy olyan kis nem mer egy lépés előre, kettő hátra, hogy nem mer lépni, és én úgy gondolom, hogy elszaladja az esélyeket, és ez játszik egy szerepet. Gyorsan fognak a dolgok alakulni, én úgy gondolom, és azt is gondolom, hogy meg kell, hogy gyógyítsa elsőbb a sebjeit, hogy milyen sebje is vannak neki. Szóval szerintem igen, ez játszik egy szerepet, és én úgy gondolom, hogy az angyalok is itt segítenek egy egyensúlyt létrehozni, és akkor nyugisabb fog ez az egész lenni valami összedülőbe van, ebbe biztos vagyok, de és akkor nézitek, hogy na most merre, jobbra vagy balra, hogy fog ez alakulni, ez most szerintem ez a te lélektársat nézi. De úgy gondolja, hogy be van zárva neki mind a két keze, hogy, hogy ilyen tehetetlen, és én úgy gondolom, hogy a csillagok is itten vezetik valami irányba, és ez nagyon-nagyon ez nehéz ezt ticibálni, és ezen kell tényleg, hogy küzdjön, hogy küzdjön, hogy nem is tudja, hogy hogy vagy mint, És akkor itt vannak a kardok hármasa, és tényleg, hogy ilyen spontán fog majd ez. A kardok hármas az azt jelenti, hogy, hogy őnek sérelmei vannak, és ez ilyen spontán lesznek változások, teljesen len van itt a földön, és Hát azért, mert hiányba van. Hát akkor hogy is jöjjön feléd? Jönni fog feléd, igen. Jönni fog, fel van keverve, vagy próbálja, vagy tervezi. De nézzünk csak bele, mit érez most. Ez most nagyon érdekel. Hát azt érzi, valójában néz, csak kijöttek az ikellánk, lelkek, a romantikus érzések, kijöttek, hogy, 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 hogy ezt megteremtse magának, hogy valóra válnak a, 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 dolgok, szóval, hogy az álmaid valóra válnak, azt is fog ő szerintem neked hozni virágot, meg itt van, hogy kötődik ő te hozzád, de, de, a de itt van. Nézzünk csak bele a de-be, hogy mit jelent a de. Nézzünk bele, elhoztam itt az életkártyáit, nézd csak. Uh -huh. Szóval, Hát szerintem olyan felvilágosodás kap ezen a nő napon, úgy gondolom. És úgy gondolom, hogy az önszeretetét, és ez is az ikreket szimbolizálja, kegyelme, megkegyelmezel neki, hogyha az önszeretete olyan erős, hogy eljön hozzád és, és beszél veled. Hát remélem, hogy ez tetszett neked, megtaláltad magad, nagyon örülök neki, sok szeretettel. Köszönöm, hogy itt voltál, velem voltál a nőnapon. Hát legyen szép nőnapod, élvez magadat, és látjuk, vagy halljuk egymást, majd pénteken. Legyen szép napotok! Sziasztok! Sziasztok!